Sziasztok! Beszereztem egy 1958-as évjáratú Füles című hetilapot csak azért, hogy ebben a videóban bemutathassam, hogyan is nézett ki egy több mint 60 évvel ezelőtti rejtvényújság. A Füles 1957-ben jelent meg először, ez a lapszám pedig rá egy évre, december 7-én Miklós napja után egy nappal. A borítón stílszerűen egy Mikulást láthatunk a puttonyából előbukkanó ajándékokkal. Már a borítólapon egy rejtvényt kapunk. A Füles ebben az évben mindössze 2 forintba került. A belső lapok ekkoriban még nem voltak színesek. A rejtvények mellett már ekkor megjelentek az újságban a humoros grafikák is. A Tanár úr kérem című rovat is a kezdetek óta része volt a lapnak. Ebben a számban még egy képregény volt, de szó ami szó igen remek hangulatú, vidám, tetszetős rajzok jellemezték már ekkor is a Füles képregényeit. Az újságban sokféle érdekesebbnél érdekesebb rejtvény volt található, s a humoros képkockák ott lapultak jó néhány oldalon. Ez volt a Füles 1958-ból, egy más milyenebb korból.